Idén is megtartották az országos gazdanapot Galga hívízen. A Kodály Zoltán művelődési házban február 27-én délután 3 órától várták a kimondottan burgonya termesztéssel foglalkozó érdeklődő gazdákat. A rendezvényre közel 140 vendég érkezett, akik a regisztráció után színvonalas előadások sorozatából gyűjthettek hasznos ismereteket a gazdálkodás különböző feladataihoz. Az Agrikó Magyarország Kft. Képviseletében Murai György ügyvezetőigazgató prezentációjában bemutatta a cég 2016-os évi burgonya kínálatát, beszámolt az elmúlt időszak európai burgonya helyzetéről, statisztikai adatokról, illetve fontos előírásokról is beszélt előadásában. 2014-re visszatekintve, ugye kedvező időjárás volt és magas termés. Az EU tagországokban 58,5 millió tonna burgonya termett, ez korábbi évekhez képest egy kiemelkedő mennyiség. A vetésterület is növekedett, ennek következtében ugye túltermelés állt elő. Az orosz embargó a szezon közepén érte villámcsapásként a gazdákat Európa szerte, nem tudtak erre felkészülni, és egy piac ugye ezzel bezárult, ez pedig az ár rohamos csökkenéséhez vezetett. 2015-ben ennek hatására ugye csökkent a termőterület, egy forró, aszályos nyár nem igazán kedvező volt a burgonya termesztés szempontjából, és így a termés csak közepesre sikeredett. Nem volt túltermelés, tárolói kapacitások elégségesnek bizonyultak, és az import is csak kis mennyiségben jelent meg ősszel a hazai piacon. Ez azért a gazdáknak az értékesítés lehetőségét azt hiszem, hogy pozitívan befolyásolta. 2015-re nem oldották fel az orosz embargót, de erre már föl tudtak készülni, mert várható volt, hogy ennek kapcsán nem lesz előrelépés, és ehhez igazították a termőterületeket is. Az étkezési burgonyával kapcsolatban egy FM rendelet készül, melynek tervezete az uniós megfelelő szakbizottság aztán hever most, és az ő véleményezésük után a közeljövőben bevezethetővé válik. Csak egy pár gondolatot emelnék ebből ki. Egyrészt ez érinteni fogja az étkezési burgonya méretét, ami 35 mm-es minimumon nyugszik majd, a 28 mm-es lehet az új burgonyánál, illetve a hosszúkás kifli burgonyának nevezett típusnál pedig 30 mm-es szélességről lehet majd beszélni. Lényeges ugye, hogy az ömlesztett és a csomagolt áru esetében is csak azonos eredetű, fajtájú, minőségű, héj és hússzínű gumókat tartalmazhat. Hogyha most a bevásárló központokban az úgynevezett lédig szekciót nézi az ember, ahol jellemzően fa konténerekben tárolják a alkalmasint 3-4 fajtát is tartalmazó készletet. Hát sajnálom én ezt a háziasszonyt, aki onnan válogatja ki a vasárnap ebédre valót, és ha esetleg főtt krumplit akar csinálni, az egyik már szétfőtt, a másik pedig még kőkemény. Tehát ezeket az anomáliákat tényleg meg kell szüntetni. A nap egyik kiemelt témája volt az ellenőrizetlen vetőgumók ültetésének kérdése is. Murai György előadásában hangsúlyozta, hogy ez komoly veszélyeket, sikertelenségeket jelenthet a termelők számára, ezért is fontos, hogy minél többen vásároljanak fémzárolt és ellenőrzött vetőburgonyát. Ehhez kapcsolódóan nemrég módosult a törvényi szabályozás is, melyről Vértes Csabáné, a Földművelésügyi Minisztérium mezőgazdasági főosztályának főtanácsosa tájékoztatta a jelenlévő termelőket. Nagyon fontos aktualitása a jelenlegi jogszabálykörnyezetnek, hogy az Európai Unióban tavaly vált kötelezővé egy új minőségi követelményeket előíró jogszabály, ami kifejezetten a vetőburgonya termesztésre vonatkozik. Ez teljesen megváltoztatta a jelenlegi működő rendszert. Ez a jogszabály Magyarországon is kötelező érvényű kell, hogy legyen, hiszen az egységes piacon történő megjelenés a hazai előállítóink szempontjából is nagyon fontos, tehát a jogszabályhoz való igazodás nálunk is kötelező. Átültettük ezeket a jogszabályokat, átültettük ezeket a minőségi paramétereket, és a vetőburgonya előállítók már 2016-ban ezekkel a minőségi paraméterekkel kell, hogy termesztett burgonyáikkal versenyezzenek, illetve legyenek jelen a piacon.
Nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy a fémzárolt vetőmag használat és a fémzárolt vetőburgonya használat az a minőségnek a záloga. Minden eszközzel erre szeretnénk a termelők figyelmét felhívni, hogy a minőségi előírásoknak megfelelő hatóság által szigorúan ellenőrzött szaporítóanyagot vásárolják, hiszen ez a termesztés jövedelmezősége szempontjából az egyik legfontosabb paraméter. Nyilván számos egyéb termesztés technológia, időjárás is befolyásolhatja, hogy az adott év mennyire lesz sikeres, de én úgy gondolom, hogy az ellenőrzött jó minőségű szaporítóanyag felhasználásra mindenképpen fel szeretném hívni a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a vetőburgonya szempontjából a betegség ellenállóság, a szelektált állománynak a használata, az gyakorlatilag a termés minősége szempontjából ugyanúgy, mint más növényfajok esetében is az egyik legfontosabb paraméter. Magyarországon egyébként én ezt szeretném kiemelni, a vetőburgonya előállítás szempontjából egy nagyon jó termesztési közeg alakult ki. Odafigyelő, nagyon gondos gazdák állítják elő ezeket a vetőburgonyákat. A szemle után fémzárolva kerülnek piaci kereskedelmi forgalomra, és ezekből válogathatnak a termesztők. Tehát a betegség ellenállóság, a méret, a tárolás során a megfelelő környezet, ami nem rontja le ezeknek a vetőburgonyáknak a minőségét, ez az, ami tulajdonképpen gyakorlati szempontból nagyon jól, illetve nagyon kiemelhető. A Nitrogénművek ZRT Magyarország egyetlen nitrogénműtrágya termelő vállalata, közel 80 éve igyekszik kiszolgálni a különböző mezőgazdasági igényeket. A Galgahévízi Gazdanapon a cég termékeit Karika András mutatta be a gazdáknak. A Genesis kompaktált termékek egy érdekes kinézetűek, és ezért is tettem ide, mert ezek nem granulátumok. Ezek ilyen szemcsés sokszögletű anyagok. Ezek a szemcsék pillanatok alatt felveszik a vizet, szétesnek a talajban, és nagyon gyorsan oldódnak. Létezik egy olyan magyar műtrágya család, ami valóban csapadék, maradék nélkül feloldódik, és kimegy az öntözőrendszerbe, és tökéletesen működik. Vannak nekünk oldott műtrágyáink is, de a technológiát úgy építjük fel, és úgy állítjuk össze, hogy az költséghatékony, gazdaságos legyen. Olcsóbb, ezek a koncentrált szilárd műtrágyák, ezek olcsóbbak, és hatékonyabban lehet őket használni. A Nitrogénművek ZRT által létrehozott Genesis Partner Hálózat műtrágyázási technológiáiról Gárdján István tartott előadást. Keléskor, amikor kibújtott az órát a földből, akkor ugye elfogyasztik anyag a gumóból, és akkor kezd a grumpjára majd úgymond műtrágyát fogyasztani. Ekkor rakjuk ki a starter műtrágyánkat, ami egy magas foszfor tartalma, egy magas foszfor gyökerősödéshez kell, és ez az egyes nitrogén kálmarányi műtrágyát kap, az intenzív növekedés segítése véget. Tehát magas foszfor, gyökér le, legyen nagy gyökérfelület, ezt a felület sok műtrágyát, és egy egyes nitrogén kálmarány, hogy a növekedés serkentse, plusz mikrolem, mert van a földben mondjuk szerves trágya, azt nem bírja fölvenni addig, amíg a talaj nincs 15 fokos. Ekkor gyakorlatilag megtápláljuk úgymond intravénásan ezzel a starter műtrágyával. A vízoldékony műtrágyának az előnye az, ha a talaj hideg, sőt, amikor kell öntözni, már ki kell a krumpit, kell öntözni, mert ugye kívánja vizet, akkor ezzel, ezzel az oldott műtrágyával be tudom juttatni a krumpiba, vagy a növénybe, bármilyen növénybe a műtrágyát, hogy rögtön fölbírja venni. És itt van a piacon előnyöm, hogy ezzel a technológiával a piac hamarabb vagyok, mint bárki más, aki nem ad neki ilyen starter műtrágyát. Két dolláros gép megérkezik, bemegyünk a patakra, vízé, szűrőrendszer, ugye, megtörténik, elhagyjuk, fölvisszük szépen a vizet, beleöntjük, és hát most jön a lényeg, mindenki figyeljen, valamennyi talán belemegy. És elindul a permetezés, ugye, és akkor mondjuk azt, hogy hát jó volt, megfelelt, nem történt semmi probléma, jó volt a permetezés. A Belkim Kft.-t képviselte a Galgahévízi Gazdanapon Bodó Péter, aki prezentációjában a különböző permetszerek tulajdonságairól beszélt. Ha valaki nagy tételben termel burgonyát, nem csak egy kis kertbe, egy-két zsár, ugye, ami saját magának, tárolni szeretné és később értékesíteni, ugye mindig várunk azt, hogy mikor milyen lesz az ára, aztán lehet, hogy mégsem lesz jó, de általában próbálunk erre odafigyelni,
akkor fontos nekem az, hogy a tárolhatósága jó legyen. Mivel tudom a tárolhatóságát kiemelni? Ha kijuttatom a ramban toppot, kontakt hatóanyagot, az eső lemossa nekem szépen a talajra, ez bemosódva a talajban lévő olyan spórákat, amik akár a gumót megfertőzik nekem, ugye, mert a gumófertőzés nem csak kint a területen történhet és hajtáson keresztül, hanem akár még a tárolóban is folyamatosan megy, fertőződik tovább. Nagyon fontos, hogy ezeket a spórákat elpusztítja. Léc István képviseletében részt vett a rendezvényen a növényvédőszerek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó Keminova Magyarország Kft. Is. Itt van összefoglalva, hogy milyen hatásmechanizmus alapján működnek ezek a kondicionáló készítmények. Az egyik az élettani hatás, mobilizálja a tápanyagokat, ugye fölfele és lefele is mozog a növényben, csepegtetve is ki lehet juttatni, növényvédőszerrel kombinálva is ki lehet juttatni, és ezeknek egyébként a hatékonyságát fokozza. Tehát lehetőség van arra, hogy ne full dózisba menjünk ki, adott esetben például egy tebukonazollal, hanem egy csökkentett dózis mellé, hogyha kiegészítjük a plantafosz 3 literével, akkor amellett, hogy tulajdonképpen növényt is kondicionálunk, segítjük azt, hogy mozogjon a növényben maga a növényvédőszer hatóanyaga is. A Galgahévízi Gazdanap ezúttal is az Agrikó Magyarország Kft. És Mészáros Vendel közös szervezésében valósult meg. Az Agrikónak Magyarországon 6 regionális képviselője van, ahol a kis mennyiségű rendeléseket veszik föl. Ugye a budapesti iroda csak kamiontételekben tud kielégíteni igényeket. Itt ebben a körzetben Mészáros Vendel a mi kontaktpartnerünk. Ő hasonlóképpen a többiekhez akár egy zsákkal is ki tudja szolgálni az érdeklődőket. És rajtuk keresztül olyan visszajelzéseink vannak, amit föl tudunk használni. Egyrészt a fajta választékunkban, másrészt ugye az anyacég nemesítői céljait tekintve. Hát domaszék Szeged környékéről is jöttek, Nyársapát környékéről is jöttek, akkor jöttek Nyíregyháza környékéről, Szegléd, Mjász-Szentandrás, elég sok lenne a fősorolnám. Tulajdonképpen tőlem az egész országban visznek vetőburgonyát, és akik tőlem vitte a vetőburgonyát, említettem azoknak, mert ez egy szakmai dolog, amit itt csinálunk. Én azt mondom, mindig sok jó vetőmagból várhatunk eredményt. Ha kockáztatunk, az nagy kockáztató tényező, mert van olyan terület, ahol hívtak engem, mint szakembert is, nézzem meg, mi van a burgonyájában, nem tőlem vette, hamisított vetőmagot vett meg, elég nagy mennyiségben, 10 méterenként kelt a burgonya. Úgyhogy ez egy kockázat jelentő. Nálam mindig felírom, melyik termelőtől jön be, van ezen egy fémzárszám. Ezet számot megmondom, zsák szerint írom, hogy XY hány zsákot vitt el tőlem, és ezt még 5 évre visszamenőleg is el tudom mondani, hogy ki mennyit vitt el én tőlem. Ha gond van, ezután tudunk indulni, ezek után a számok után, hogy ez honnan jön ide hozzám. Az Agrikó Kft. 15 burgonyafajtát mutatott be a rendezvényen, melyek különböző szempontok alapján osztályozhatók. Ezek csak a Magyarországon forgalmazott fajták. Ugye az anyacégünknek 150 regisztrált fajtája van. Persze ez egy szűkített keresztmetszet, amit itt felsorakasztottunk. Kettőt szeretnék kiemelni ezek közül, nevezetesen az Evolution-t és az Esmét. Mind a kettő piros héjú korai fajta. Ezek 90 napos fajták, tehát a primőr piacnak nagyon megfelelnek. A két fajta között annyi a különbség, hogy az Evolution egy nagyon markánsan piros fajta, és tárolhatóság szempontjából nem betegszik az eszmével, mert úgy karácsonyig ajánlatos értékesíteni, mert különben csirázik. Az eszmé ugyanez az érési csoport, tehát ez is egy 90 napos fajta, primőr piacnak nagyon megfelel, de érdekes módon, koraisága ellenére, hogy a korai fajtákra az jellemző, hogy a nyugalmi idejük rövid, ezért korán kezdenek csirázni. Az eszmé mindenféle csirágátló nélkül a következő év márciusáig nagyon jól eltárolható. Hát itt külön kell választani a különböző érdekeket. Ugye van a termelőnek, a kereskedőnek és a háziasszonynak az érdeke, ami nem mindig fedi egymást, illetve nincs mindig párhuzamban.
A termőnek az a legjobb fajta, amelyik sokat terem. Nagyon jó példa erre volt az Aladdin fajtánk, amelyik bizonyos területeken 100 tonnás hektáronkénti termést ért el, ami csodálatos. Minden termelő meg volt pendülve érte, de a konyhai és a felhasználói értéke nagyon alacsony volt. Tehát magyarul mondva rossz ízű burgonya volt. A háziasszonyok szemszögéből ugye a legelőnyösebb az a burgonya, amelyik, és én szerintem itt helyszín az csak tulajdonképpen bizonyos rossz értelemben vett hagyományok miatt terjedt el Magyarországon, hogy csak a piros az, ami jó, és a sárga pedig a malackrumpli, ez nem így van. Tehát a háziasszony bizonyos hagyományok szerint a piros héjút preferálja, de az ő szempontjai azok, hogy a hámozásnál ne legyen nagy veszteség. Tehát a sekélyen ülő szemek, szép küllem, ami a polcról eladható. Ilyen formán nekünk azért elég széles választékunk van a fajtáinkból, amit tudunk ajánlani. A már hagyományosnak mondható galgahévízi gazdanap előadásait vacsora követte, ahol további lehetőség nyílt a gazdák számára az eszmecserére. A házigazda által főzött marha pörkölt vacsorát követően a szakmai napot tombola zárta, ahol a rendezvényen bemutatkozó cégek által felajánlott termékeket sorsoltak ki. A rendezvény főszervezője Mészáros Vendel elmondta, célul tűzte ki, hogy a jövőben a gazdanap mellett más kezdeményezésekkel is támogassa majd a magyarországi termelőket. Ezek a kis piacok, ezek a helypészek, meg a nem megfelelő körülmények között árusítás, ezeket szeretném valahogy javítani, mert én benne voltam, és elég balkáni módon áruljuk az árut. Ha fúj a szél, esik az eső, hó esik, nagy melegbe, tulajdonképpen ezeken kéne egy picit javítani, és az embereket úgy korrigálni be a piacra, hisz ők fáradoztak ezért a terményi, hogy meg tudja venni a vevő, és fáradtan érkeznek oda a piacra, még őket nem kell még ott csigázni a piacon. Szerintem jobban meg lehetne logisztikázni ezt az egészet, és jobban meg lehetne oldani.